Az ünnepélyes aláírás pillanata, a négy múzeum vezetői kézjegyükkel szentesítik az együttműködési megállapodást. A Józsa András Múzeumnak eddig a Szatmár Németi és a Kassai Múzeummal volt szorosabb kapcsolata. Ezzel a két intézménnyel az elmúlt időszakban már több sikeres kiállítást és programokat szerveztek a nyíregyházi szakemberek. A négy oldalú megállapodásnak a nyíregyházi Józsa András Múzeum volt a kezdeményezője. A kezdeményezésnek a lényege pedig az, hogy a szomszédos országok felől való muzeális tekintetben való nyitás. Én azt remélem, hogy Szatmár Németiből el tudunk jutni a Partium és Erdély felé, Ungvári múzeumon keresztül Kárpátalja felé, Kárpátaljai múzeumok és a kulturális intézmények felé, és hát mondani se kell ezután a sor után, hogy Kassa révén pedig a felvidéki múzeumok felé. És ez tudományos tekintetben, kiállítások tekintetében, múzeumpedagógiai tekintetben egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. Az együttműködési megállapodás keretében az Ungvári várban létrehoznák a Kárpátalja története Károly Róberttől Trianonig című állandó kiállítást. Az ezzel kapcsolatos kutatásokat és a tárlat kivitelezését a két intézmény szakemberei együtt végeznék el. A szovjet időkben a múzeumnak nem volt olyan lehetősége, hogy bemutassa az igazi történelmi eseményeket, hiszen az ideológia miatt nem lehetett ezekről beszélni. Most a mi fő célunk az, hogy bemutassuk Kárpátalja igazi, közös történelmét, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen fontos időszakot csak úgy kidobjunk a történelmünkből. A Kassai Múzeummal az újfehértói aranyleletek kapcsán került szorosabb kapcsolatba a nyírségi intézmény. 2007-ben nyílt a Kelet-Szlovákiai Múzeumban az Együtt fényesebbek című kiállítás, amelyen az Újfehértón előkerült aranypénzeket mutatták be a nagy közönségnek. A múzeumunk szerintem a térség egyik legrégebbi múzeuma, és idén, 2017-ben, mivel 1872-ben lettünk alapítva, vagyunk 145 évesek. Konkrétan a Józsa András Múzeummal és a Józsa András Múzeum dolgozóival évtizedek óta ismerjük egymás munkáját, és ennek az eredményeképpen több közös projekt, több közös kiállítás is született. Például nem olyan régen, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt mutattuk be itt Nyíregyházán a Pipa kiállításunkat, aminek sikernek számított. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Józsa András Múzeum a jövőben is folytatni kívánja az eddigi jó együttműködést a Szatmár Németi Múzeummal. A két intézmény együtt indulna a közművelődési intézmények számára kiírt uniós pályázatokon.